A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo turisztikai magazin nézőit. Nos, hát bizonyára értesültek róla, egy remek hírt olvashattunk, ugyanis, hogy a 6. Flóra Kupa felnőtt virágkötészeti versenyen egy remek második helyezést ért el a Tűzvirág virágbolt virágkötője Mennyasszonyi Csokrával. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a virág nem csak a sok-sok közmondás miatt fontos az életünkben, hanem azért a megbecsülés jele, illetve tehát alkalmi csokor rendezvényeken, mennyasszonyi csokor, és adott esetben a kegyelet virágait is úgy kapjuk meg, és úgy adjuk tovább, hogy az méltóságteljes legyen és gyönyörűséges. Éppen ezért gondoltam úgy, hogy ismerkedjünk meg a Tűzvirág virágbolttal, jelesül a tulajdonossal, Horváth Ildikóval. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. És gratulálok természetesen mindjárt nevében. Biztos vagyok benne, hogy ez megerősítést jelent. De mielőtt magáról az eseményről beszélnénk, akkor essék szó arról, hogy ki miként választ hivatást. Hiszen ez most már nem önmagában csak egy szakma, nem csak egy lehetőség, amellyel éltél értelemszerűen, hanem egy olyan szenvedély és egy olyan, mondom még egyszer, hogy hivatás, ami nagyon-nagyon fontos. Hogy indult? Hát elég régen indult ez már. Igazából az anyukámnak is köszönhetem ezt. 11 éves voltam, amikor egy virágkötészeti versenyre elvitt engem nézelődni, és ott azt hiszem megcsapott a virágkötészet illata, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki, és én ott egy hatalmas indítatást kaptam, ahol onnantól kezdve én folyamatosan csak ezt akartam, hogy én ezzel a virágkötő szeretnék lenni. Na most azért azt tudni kell, hogy ez anyukám még próbatételek elé állítottak engem. Minden nyáron elküldtek egy hónapra ingyen dolgozni, hogy megtanuljam és megtapasztaljam azt, hogy igazából ez miről is szól. Úgyhogy én voltam kis virágpucoló, voltam kertészetben gyomláló kislány igazából, és minden egyes nyár végén megkérdezték tőlem, hogy mi mindig ezt szeretnéd csinálni, és mondtam, hogy igen, és igazából mikor 8. osztályt elvégeztem, előtte felvételiztem, és Szombathelyre vettem az irányt, és ott egy kertészeti technikumba engedtek el a kezemet, és én 5 évet tanultam ott kertésztechnikusnak, ahol a virágkötészetet belekóstoltam, és ott már versenyeken indultam, és igazából ez fertőzött meg annyira engem, hogy ebből kifolyólag ez teljes eldöntött tény volt, hogy én 11 évesen eldöntöttem, és hogy én virágboltom lesz, és virágkötő leszek. Tehát ez egy indítatás ez volt, teljesen. Ugyanakkor nagyon sokat kellett hozzá tanulni. Igen. Melyek voltak azok a pillanatok, amikor úgy érezted, hogy nagyon sokat kaptál ismét? Ez nyilván az édesanyádról már beszéltünk, de ez nyilván egy folyamat, hiszen az iskolában is olyan pedagógusok kellenek bármely szakmát ilyen szinten elsajátítani, hogy az egyszerűen vonzza azt a fiatalt. Igen, ott nagyon sok rétű képzésben vettünk részt Szombathelyen. Én azt, akivé váltam, annak köszönhettem, hogy a szüleim elengedték a kezemet, és 5 évet ebbe az iskolába tölthettem Szombathelyen. Nekem egy hatalmas mérföldkő volt az életem, hogy 14 éves koromtól 19 éves koromig én ott éltem kollégiumba, és ott olyan tanárok és olyan dolgok vettek körül, ami abszolút ezt a szakmát övezi. Itt megtanultuk a növényeket, megtanultuk az ápolásukat, mindent, ami ehhez a szakmához kell, és ez egy hatalmas lépés volt. És akkor onnan, mikor végeztem, akkor visszakerültem Fehérvárra, és akkor rögtön elkezdődött ez a szerelem beteljesülése gyakorlatilag, hogy... És lépésről lépésre haladtatok, gondolom. Viszont, ha megnézünk, majd fogunk látni képeket, egészen különleges tárháza a különleges virágoknak, és ez ízlés kérdése nyilván bizonyos értelemben, de azt mondom, hogy gyönyörűség minden csokor, amit ti kiadtok a kezetekből.
Hát ennek én örülök, hogy ez így látod. Honnét jön a gondolat, hiszem, hogy ilyen hogy különlegességeket csináljatok? Én mindig arra törekedtem, hogy én járok áruért, én járok minden hajnalban, hétfőn, csütörtökön virágpiacra, hajnal 4-kor kelek, indulok, és 4-6-kor már szinte a virágpiacon velem nyit a piac. Bevásárolok, és már akkor, amikor vásárolok, akkor látom, hogy ebből mi fog történni, mi lesz, mit fogok kötni, a lányoknak mit javasolok, hogy mivel gondoltam én ezt össze. És azt hiszem, hogy akiket magam köré gyűjtök az üzletben, és akik tűzvirágosan, és a saját technikájukat, a saját dolgaikat hozzátesznek, tudásukat, elhivatottak ők is szakmát végeztek, mindegyiknek ugyanaz a végzettsége, mint az enyém. Szóval én azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon törekedni kell, hogy csak úgy nem lehet virágkötő szerintem valaki. Ez annyira a szakma elhivatottsága kell hozzá, hogy képezzük magunkat folyamatosan, hogy én bemutatókra megyünk el, a versenyek is így indultak el, hogy felkínáltam a lehetőséget, hogyha szeretnének elindulni ezen a versenyen, akkor én ezt patronálom nekik, akkor én, amit kitalálnak, írják össze a listát, hogy mi kell nekik hozzá, milyen színvilágban, milyen fajta felhasználással, és milyen kellékanyaggal, és akkor utána megalkotódik egy ilyen csoda, amit utána megmérettetnek. Tehát ez a folyamatos fejlődés záloga. Igen. És ők nyilván odafigyelnek, hiszen ez fontos. Persze. Tehát a mindennapokban. Mennyiben különböznek a mindennapok és az ünnepek? Hisz itt felsoroltunk jó néhányat, tehát itt az alkalmi csokrokra gondolok. Hogy lehet különlegeset alkotni alkalmi csokorban például? Hát nálunk az üzletnek a bevételi forrása 80%-ban vágott virágot forgalmazunk. Egyszerűen arra szakosodtunk. Valahogy azt tudják, hogy nálunk minden héten kétszer ömlesztve és kifolyik az áru az üzletből, és folyamatosan friss áruval készülünk. És amikor a csokrokat kötjük a sima hétköznapokon, ott igazából a sima hétköznapok, akkor nekünk hétköznapok, de annak, aki betér hozzánk, ünnep, mert valószínű valamiért visz virágot valakinek. És ezek az ünnepnapokat nekünk mindig ugyanúgy kell kezelni, nincs az már, hogy most nagy nap van, vagy nincs nagy nap, hanem neki az az egy nagy napja van, amit nálunk ott megköttet, és átadja a szerettének valamilyen formában. És tulajdonképpen nincs különbség, hogy olyan kedvem van, hogy na most akkor viszek egy csokorvirágot, vagy pedig születésnapra, vagy névnapra, mert tehát mindenképpen egyedi az a stílus, ahogy ti összeállítjátok a csokrokat. Igen, én azt gondolom, hogy az üzletre jellemző, hogy azt mindig mindenhol megismerik, szóval hogy tűzvirágos csokor, mindenki így hívja a városban. Szóval, hogy azt én arra törekedtem, hogy mindenki, akivel együtt dolgozom, az valahol viselje a kezenyoma azt, hogy ebből az üzletből származik. Nem tudok jellemzőt mondani, hogy mitől más a miénk, de az talán az anyagfelhasználás, talán azért, mert rettentő sok, szinte ugyanannyit költök kiegészítő zöldekre, különböző kis, mi csak úgy nevezzük hercsulákra a csokrokban, mint a nemes virágokra. És mindig próbálkozom a színekkel, szóval, hogy én nekem mindig vannak olyan szín összeállítású dolgaink, amik szerintem különlegesebbé teszik a csokrokat. És az ünnepi csokrok, azok hogy állnak össze? Hiszen nyilvánvaló, hogy van egy jól bevált trend, azért valljuk meg, igen, de azért most már a 21. században mindenki a különlegességre vadászik. Tehát azt mondom, hogy egy esküvői csokor, illetve egy esküvőt virággal feldíszíteni, az egy különleges feladat. Én azt mondom, hogy ez már képzőművészet. Igen, az esküvők is és a különböző rendezvények, ezek mind más kategóriába tartoznak, mert például egy esküvőn mindig a menyasszony dönt, vagy a pár dönt. Nekik van egy ötlethalmazuk, amit megkapunk mi csomagba, és akkor azt mi szeretek velük együtt dolgozni. Szóval, hogy mindig azt mondom, hogy üljünk le, és legyen egy közös munka az, hogy a végén azt kapják, amit megálmodtak. A rendezvényeknél meg nagyon sok formális dolognak kell megfelelni, akár egy protokolláris rendezvényen, hogy ott is szabályok vannak, hogy hogyan helyezhetjük el a virágokat, vagy milyen színösszeállítás szerepelhet, ha hölgy vendégek, ha férfi vendégek vannak. Szóval ezekre mind oda kell figyelni, és ez valahogy, ez tanulás szintén megint, hogy utána kell járni, utána kell nézni. Volt olyan rendezvény, amire nagyon büszke vagyok, hogy a protokoll főnök kezet csókolt nekem, hogy én ezt így meg tudtam valósítani. És ezekre nagyon büszke vagyok, mert ezekért tanulunk, ezekért létezünk, hogy mindenki elégedett legyen velünk.
Vannak egyébként trendek? Tehát gondolok itt elsősorban, amire lehet hagyatkozni, tehát külföldön, mondjuk Európában, az nyilván közelebb van hozzánk, amelyek meghatározóak? Megmondom őszintén, nem csak az európai, a távol-keleti trendek is begyűrűznek hozzánk. A japán művészet és a kínai is mindegyik valahol egy kicsit bejön, mivel gyakorlatilag az összes kellékanyagunk onnan származik, onnan jön, és nagyon-nagyon sok videót lehet látni különböző platformokon, ahol kötészeti stílusokat, újabb kötészeti stílusokat próbálnak bevezetni, akár Európába is. Hollandia is nagyon erősebben, hogy a növény felhasználásokat, amiket kapunk onnan importba, jönnek be a dolgok, azokat hogyan tudjuk, az új fajtákat, vagy például Ecuadorból jönnek nagyon nagy létszámban rózsák téli időszakban, mert nyáron én azért megmondom őszintén, tavasztól nyár végéig a magyar árukat próbálom preferálni, szóval én azokat próbálom mindenképpen a hazai termelőket erősíteni, hogyha már én is itt dolgozom, akkor az ő árujukat áruljam. És akkor az ekvádori áru is mindig úgy jön, hogy színmintákat küldenek, fotókkal, hogy lássuk azt, hogy most idén mit találtak ki. Egy új színt, egy új nemesítés történik, de ugyanez jellemző a magyar termelőkre is. Egyébként, tehát azt szerettem volna pont kérdezni, hogy a magyar termelők lépést tartanak a világgal? Igen, nagyon erősek szerintem, és az időjárásunkat tekintve azért nekünk, hát azért van telünk, amikor azért a magas árak miatt az üvegházakban sokkal kevesebb termelés folyik, és ilyenkor szoktunk importolgokat igénybe venni, mert hogy annyit nem tud a piac letermelni, mint amennyire szükség van a magyar piacnak. Mi a munkatársait, tehát a folyamatos fejlődés, záloga, lám-lám itt volt, ugye beremekelt, ez egy nagyszerű eredmény, de mi az elvárásod velük szemben? Hogy kövessék mindazt, azokat az elveket, amelyeket te vallasz, vagy ők is előállhatnak különböző ötletekkel, amelyet aztán megbeszéltek és adott esetben hasznosítotok? Egyetlen egy dolog van, ami nekem elvárásom, hogy úgy mehet csak ki az üzletből áru, ami ránk jellemző, viszont abszolút nyitott vagyok arra, hogyha valaki, igazából ők tehetséges lányok, akik nálam dolgoznak, és én úgy is dolgozom, hogy én dolgozom velük együtt, szóval én nem főnök vagyok, aki beömleszti az árut, és akkor csak ott vagyok, hanem rendesen műszakban dolgozom velük együtt, és együtt találunk ki dolgokat, és igen, megkérdezem, rábízom, én nem én kontrollálok mindent, már azért kellően idősek vagyunk, tapasztaltak, mögöttünk nagyon sok-sok év munkával, hogy gyakorlatilag, ha én nem vagyok az üzletben, olyan, mintha ott lennék, szóval gyakorlatilag teljesen egyenrangú félként dolgozunk, és pontosan azért, mert hogy mindenkinek van egy szakmai tudása kezükbe, ezért nagyon könnyű így együtt dolgozni, hogy rájuk bízhatok bármit, vagy a vevőbe megy, akkor igazából teljesen mindegy, hogy ki van az üzletben, mert olyan emberekkel próbál magam körülvenni, és az üzletben dolgozni, akiknek tehetsége van ehhez. Tehát van egy klasszikus jövőképetek. Igen. Mindenféle. Igen, menni tovább, így ezen az úton. Jó, én nagyon örülök. Egyrészt köszönöm, hogy megtiszteltél, másrészt pedig ugye ajánlom mindenkinek, hiszen gyönyörűséges. És hát akkor tovább ezen a megkezdett úton. Én azt mondom, hogy természetesen az én családomban nagyon-nagyon fontos, hogy szép legyen a virág adott egy-egy ünnepen, de ezzel mindenki így van, minden férfi ember, és így tovább. Én akkor köszönöm szépen, további nagyon jó munkát kívánok, köszönöm. És hát ugyanolyan gyönyörűségeket, mint eddig. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk. A Jávor Ottó téren ismét megrendezték a Vegyél Fehér Vásárt. Ez tulajdonképpen egy nyárbúcsúztató volt, a programban pedig ehhez mérten színes, változatos kulturális műsorok is várták a vendégeket. Ebből készült egy összeállítás. Nézzük meg együtt. A Jávor Ottó tér ismét megtelt családokkal, vasárnap délután városunk apraja nagyja szívesen látott vendég volt a nyárbúcsúztató termelői és kézműves vásáron, többféle gyermekprogrammal, Andi Bóc népszerű műsorával és a közönség kedvenc Buk Tibor koncertjével telt a délután. Civil Egyesület keresett meg, hogy újra mit szólnék ahhoz, ha Jávor Ottó téren rendeznénk meg a családi napot. Hát ennek nagyon örültem, mert legutoljára egy nagyon jó kis kezdeményezés alakult ki itt a téren, és a fogadtatása most is nagyon jó volt. Kicsi gyerekektől egész az idős nagymamakorig várjuk az itt lévőket. Itt vannak arcfestések,
a gyerekeknek andibohot, és az idősebbeknek pedig vércukorszintmérést is most idén ide tudtunk hozni. És nem mellesleg a Buk Tibor musical színészt is meghívtuk, aminek nagy örömünkre elfogadta a meghívását, úgyhogy nagyon reméljük, hogy nagyon sokan jönnek el. Emellett természetesen itt van a Vegyél Fejért Vásárt, ami nem különben fontos számunkra, hiszen a fehér termelők számára is népszerű ez az esemény. Ez így van, mi a város vezetőségéket mindig azt képviseljük, hogy a város és a fehérvári embereknek a termékeit szeretnék minél jobban népszerűsíteni, és ezért is hívjuk meg, és minél több ember részt vesz, annál jobban örülünk neki a téren is. A Vegyél Fejért Vásárt keretében Fejérvár megyében élő alkotók és termelők kínálták használati és dísztárgyaikat, finom és egészséges kézműves élelmiszereiket, és természetesen színes, változatos programok várták a gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket is. A Vegyél Fejért Vásár most ezen a nyár búcsúztatón is itt van a Jávor Otto téren. Nagyon szeretjük ezt a teret, ezt lehet a legjobban belakni, annyira családias a hangulat, amiben segítségünkre van Andi Bohóc, aki éppen most is a gyerekeket szórakoztatja. Aztán érkezik hozzánk Buk Tibor, majd egy koncerttel, és mindenki, már úgy érkeznek a vásárlók, hogy ó, tudom, ez a méz, ez nagyon finom, és megérkeztek a Vegyél Fejért Vásár mézes tandjához. Szeretjük ezt a projektet, szeretjük vinni a helyi termelők és kézművesek ügyét, és az, hogy mindezt egy ilyen környezetben tehetjük itt a belváros szívében, és hogy ennyi gyerkőcnek és családnak adhatunk ingyenes programot és szórakozást egy vasárnap délután, az számunkra megfizethetetlen. Igen, hát ez megerősítjük azzal is, hogy különleges játékok várják a gyerekeket és a szülőket. Jó látni, hogy a apukák, anyukák is beszállnak. Igen. Van egy szerelem projektünk, ezek az Albababák, úgyhogy most ennek volt egy előzménye, egy ilyen kis színező füzet. Ő belőlük született meg Alba Panni és Alba Marci, és akkor ezokat a kis fakanálbábokat tudják a kézműves kuckóban elkészíteni. Aztán arcfestés várja őket, csillám, tetkó, egy kis kézműves foglalkozás, és a Népi Játszóház az pedig megunhatatlan. Tehát ott mindig a fűben látni a családokat együtt így játszva, és nem ott fönt esetleg a tévé előtt, az szerintem megfizethetetlen. Ha pénzem nincs, viszont hitelem enyém a legszebb lány szerelme. A találkozóról most sem hiányozhatott Buk Tibor. A népszerű színművész énekes jó szokásához hűen emlékezetes élménnyel ajándékozta meg a közönséget. A műsorában hallható örökzöld dallamok, a megunhatatlan musical és operett slágerek garanciát adtak az igényes szórakozásra mindenkinek. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Eszembe jutott egy élményem. A húgom kint él New Yorkban most már, nem tudom, 20 sok éve, és egyszer, amikor meglátogattam, New Yorkban a nem tudom milyen park, valahol a Grand Central környékén, körülbelül egy ilyen hasonló méretű park, mint a Jávor Otto tér, Broadway előadásokból nyomtak részleteket, Broadway színészek, így fényes nappal, és az annyira meglepő volt, hogy egyszer csak megérkezett az ember a semmiből egy utcán sétálva, és elkezdte hallgatni ezeket az ismert melódiákat, és mentem a hang után, hogy mi az. És döbbenten láttam azt, hogy musicalből, a musical főszereplői ilyen koncert jelleggel, mint ami most itt lesz, énekelnek elképesztő módon. És nekem most az jutott az eszembe, hogy ez teljesen ilyen volt. Az utca seprőt és csizmadéja, én a zsor. Én nagyon szeretem csinálni az én munkámat. Nagyon szeretem élni az én életemet. Én nagyon szeretek énekelni, és nagyon szeretek emberek közelében énekelni, mert szerintem minket előadó művészeket azt tart életben, hogy ha belenézünk egy embernek a szemében, miközben mi megpróbálunk valamiféle érzést vagy energiát közvetíteni, hogy az milyen módon hat az emberre. Ez olyan számunkra, mint valamiféle drog. És ez engem borzasztóan boldoggá tesz látni az embereket, kikapcsolódni, jól érezni magunkat. Most nagyon sokféle dalt hoztam, ezt már úgy is megszokták tőlem a kedves nézők, hogy sokféle dalt hozok. Megint nagyon sokféle dalt hoztam.
tegnap előtt volt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon az Ég tartja a földetnek a premierje, és onnan is hoztam egy dalt, ami nem a legvidámabb dal és nem a legvidámabb musical, de azt gondolom, hogy ezt is szeretném megmutatni az embereknek, hogy ilyen is van. Ráadásul egy magyar zeneszerző jegyzi ezt az Ég tartja a földet című musicalt, Szikora Robi. Mindenki Szikora Robit a Csikidámról ismeri, vagy a multimilliómos jazzdobosról, vagy a Csók király, pedig őneki van egy olyan vénája is, ami ilyen elképesztő gyönyörű zenéket csinált erre a műre. Az ünnepen természetesen ott volt városunk egyik legnépszerűbb személyisége, Andi Bohóc is, akivel gyermekek és szüleik, nagyszüleik vidám perceket tölthettek el. Mindenkit elrepített Meseországba, majd közösen fedezhették fel a játék csodáját dalokkal, történetekkel. Ahogy ő fogalmaz, egész Bohóc létem és a műsorom is Meseország köré épül, és nagy öröm, hogy a gyermekek hisznek bennem. Megnyugtató számukra a tudat, hogy igen, létezik egy hely, Meseország, ahol mindig vidámság van, játék és öröm. Ennél nagyobb boldogság nincsen, úgyhogy köszönöm szépen a kérdést, hiszen mindig a célom az, hogy a kicsik és nagyok együtt játszanak, és természetesen ezzel, amikor van ez a páros játék, ugye jelen esetben most volt a kacsatánc, ezzel a szülők példát is mutatnak akár a gyermekeknek, akár a többi felnőtteknek, hogy bizony ezt a pár percet, hogyha együtt játszuk, az mekkora boldogság, hiszen tudok olyan gyermekekről, akik a mai napig emlegetik egy-egy rendezvényen, hogy jaj, de jó volt, amikor apával vagy anyával kacsatáncoltunk, és ez nagyon-nagyon jól megmarad a gyermekek emlékébe, meg a kis fejükbe, és ilyenkor szoktam ugye mondani, hogy nem egy 40 millás BMW-t kér a gyermek, hanem ezt a pár perc élményt itt és most és velünk és együtt, és ez tényleg egy csodás élmény, és nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg jönnek a szülők, első szóra jönnek a szülők, úgyhogy mindig nagyon kellemes dolog ez. A Vegyérfehér csapata ezúttal is bizonyította, komoly igény mutatkozik erre, hogy közösségi rendezvényekkel segítsék a vármegyei kézműveseket, termelőket, és ez remek alkalom a kulturális műsorok népszerűsítésére is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.